De annyi mindent kell elmondani egy klub életéből, vagy egy évéről, hogy kár lenne, próbálgattam kihúzni belőle dolgokat, de kár lenne egyet is kihagyni belőle. Szóval összességében azt szeretném mondani önöknek, hogy ez egy rendkívül sikeres év volt, de sportvezetőként nekem az egyik legnehezebb évem volt. Annak ellenére nehéz év volt, hogy itt már voltunk csődben, voltunk morálisan, erkölcsileg, anyagilag, infrastruktúrálisan borzalmas állapotban. Annak ellenére, hogy mégiscsak itt a környező országokban háború van, hogy irdatlan energiárak vannak, amik a klubnak a működését mérhetetlen módon megnehezítették. Attól függetlenül nekem ez egy nagyon nehéz év volt, de az én fejemben fradistaként az jutott eszembe, hogy ez egy ilyen csak azért is év. Hogy csak azért is kiverekedjük magunkat az összes problémánkból. 24-25-re fölírtam magamnak, hogy legyen az álmok éve, mert én arról álmodom, hogy női foci bejut a Bajnokok Ligájába, én arról álmodom, hogy a férfi foci följut a Bajnokok Ligája főtáblájára, én arról álmodom, hogy a női kézi megnyeri a Bajnokok Ligáját, és a férfi vízilabda is megnyeri a Bajnokok Ligáját. És azt hiszem, hogy ha ez bekövetkezik, akkor mi rendben vagyunk. Közben persze EB lesz, közben persze olimpia van, és úgy vésetném ki az olimpiai bajnokok neveit a Fradiban a márványtáblára, hogyha lehetséges. Én köszönöm szépen önöknek, hogy ezt a klubot az idejében is szolgálhattam. Isten áldja önöket, Isten áldja a Ferencváros. Boldog új évet kívánok mindenkinek! Tisztelettel és szeretettel köszöntelek.